Minden órán megkövetelik a precizitást a Hild József építőipari technikumban, ez ugyanis elengedhetetlen, ha valaki építészként képzeli el jövőjét. Az intézmény továbbra is a hagyományokra támaszkodva igyekszik a legújabbat nyújtani az építészképzés terén, erről beszélt híradónknak a Hild igazgatója. Az építészképzésbe próbáljuk a legújabbat nyújtani, de úgy, hogy mindig a régire is visszatekintünk. Egyfajta hagyományos építészet és korszerű építészet, e között képzeljük el a mi világunkat és azt az építészetet, amit oktatunk. Ebből vannak olyan dolgok, amiket a terepen is gyakorlunk, például műemléképületek, illetve akár a legmodernebb épületeket is. Ebben nagyon jól jönnek mindig az osztrák testvérkapcsolataink, az osztrák iskolák, akik ebbe az energiatudatos építésben nagyon elmélyültek, és nem csak, hogy foglalkoznak ezzel, hanem akár a virtuális valóság keretében tudnak olyan programokkal segíteni nekünk, amivel tudunk modellezni, tudunk akár egyfajta épületfelújítást megtervezni. A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre nem három, hanem négy osztályt indítanak. A két nyelvi osztály mellett megmarad az okleveles technikus képzés, és ehhez jön még egy technikus osztály, vagyis nem 100, hanem 130 diákot fognak felvenni. A fiataloknak igyekeznek olyan képzést adni, hogy továbbtanulás esetén is eredményesek legyenek. Nálunk nagyon nagy arányú a továbbtanulás, a diákoknak több mint 80%-a továbbtanul különböző egyetemekre. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon jól is jön az az okleveles technikus képzés, ami egy új képzési forma Magyarországon, ebben mi az elsőktől kezdve bekapcsolódtunk. Ez azt jelenti, hogy aki itt végez, ő nem csak, hogy nagyon komoly alapokkal rendelkezik, hanem a Hild esetében két egyetemmel kötött megállapodás alapján, Budapesti Műszaki Egyetem, illetve a Győri Széchenyi Egyetem, ez a két felsőoktatási partner, 30 kreditet elfogadnak a tanulmányaikba. Magyarul viszi magával a diák a Hildes eredményeit, és azokat az eredményeket ott az egyetemen kreditre váltják, beszámítják, tehát nem kell neki ezt pluszban hallgatni. A legfejlettebb számítógépek és szoftverek állnak a tanulók rendelkezésére, ez pedig vonzó lehet a fiatalok számára. Ezen felül rengeteg tantermen kívüli lehetőség van arra, hogy bővítsék tudásukat az idejárók. Nagyon jó szoftverek vannak hozzá, és természetesen a humán tényező, a kollégáim is képzettek ebben a műfajban. Ugye a közismeretben dolgozók nagyon gyakran alkalmazzák a különböző munkaformákat, akár projekteket. Ez lehet olyan is, hogy bizonyos része itt az iskolában van, bizonyos része az iskolán kívül. Például most terveznek egy olyan több alkalmas Bécsbe történő projektes utazást, ahol a Bécsben egy építésznő fogja körbevezetni a diákokat, és ez párhuzamosan nem csak a nyelvismeretről szól, hanem egyfajta országismeret, egyfajta szakmaismeretről is, illetve Magyarországon belül is nagyon sokat kirándulunk. Józsa Tamás hozzátette, két olyan Erasmus pluszos projektjük is van elbírálás alatt, amit osztrák partneriskolákkal folytatnak. Reméli, sikerrel veszik majd ezt az akadályt, hiszen ez is a gyakorlatorientált képzést helyezi előtérbe.